A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Vendégem Ferenci Nagy Boglárka. Szia, Bogi! Szervusz, Lajos! Aki jelenleg ugye a harmadéves fizikai színház rendező és koreográfus szakon, Rába Roland és Horváth Csaba tanítványa a Színház és Filmvészeti Egyetemen. És ahogy te fogalmazol magadról, hogy a színházban is, az írásban, a zenében és az élet minden területén a játékot keresem, annak játékát hogyan lehetnek az érzésekből és tapasztalásokból olyan dolgok, amiket másokkal is meg tudok osztani. Ez egy komoly gondolatsor, és ezt hadd folytassam a reggeli leltárból egy részlettel. Van tudásom épp elég, hogy értsem, nem lehetne semmiképp csak így, ahogy... hogy van mindenem, ruhám, hajam, cipőm, van időm is hiába fogy, vagy épp az ágyban egy is helyen, habár kemény, mivel csak épp kihűlt bérlemény, de beérem most ezzel is, hiszen átveszi majd szagom, s a fölmelegszik tőlem is, talán továbbadom, ha csak hogy enyém, el nem hiszem. Ez egy reggeli leltár című versetből egy részlet. Viszont amiről kell, hogy beszéljünk, tehát ez a sokszínűségedet mutatja, hiszen itt a székesfehérváriak, illetve szerte a körzetben a versünnepen ismertek meg, hogy aztán a Fehérvár hangja dicsőség sorozattal folytasd a pályafutásodat, és hát jött az alapvetés, mindaz, ami a színműhöz kapcsolódik. Én azt hiszem, hogy az réges-régen az a tiéd. Ugye az Egyisten című darabot rendezed itt a Királyi Napok koronázási játékok keretében, amely egyébként, kedves nézőink, önöknek is mondom, pénteken 17 órakor lesz a Nemzeti Emlékhelyen. Én bízom benne, hogy ez az álomjáték szabadtéren alcímet viselő darab méltó fogadtatásra talál. Erről is fogunk egy kicsit beszélni, de azért nagyon-nagyon fontos pillanatokról, hiszen polihisztor vagy a művészetben, ezt mondhatjuk, hiszen a versmondásodat azt hiszem mindenki ismeri, a csapatodat, a zenei csapatodat nem különben, és hát a színműn pedig megtaláltad a helyed. Egy kicsit tekintsünk vissza arra az időszakra, amikor sikerre halmoztál. Tudatos volt a választásod, hogy a tiéd lesz a színmű, és nem színművész szakon, hanem rendezőként, koreográfusként képzeled el a jövődet? A választásom egyre tudatosabb volt, így fogalmaznék, mert először színművész szakon próbálkoztam az egyetemen, és az első felvételim az nem sikerült. Ezután egy évet töltöttem azzal, hogy a Pesti Magyar Színi Akadémián gyakoroltam, és még jobban elmélyedtem a színházban, és azt hiszem, hogy ez az egy év volt az, ami megadta nekem a kellő tudást ahhoz, hogy rájöjjek, hogy nem feltétlenül csak színészként szeretnék részt venni a színházban. Azt gondolom, hogy akik érzik, hogy színházzal szeretnének foglalkozni, először mindig a színészet felé tekintenek, hiszen az a legegyértelműbb terület, az, amit az ember lát, amit nagyon könnyű megfogalmazni. Viszont, ahogy az ember egyre jobban megismeri, egyre több területét térképezi fel ennek az egésznek, és ahogy beleláttam, elkezdtem meglátni azt, hogy nekem talán ezek a háttérterületek, vagy a színészeten kívül egyéb területek is valók. Elkezdtem szánypróbálgatásokat megvalósítani az akadémián, rendezésben, írásban, azóta is folytatom ezt, és egyre egyértelműbben látom, hogy nem csak színészként szeretnék a színházban részt venni. Mi volt a motivációd abban, hogy végül is a rendezői, tehát megmaradt azért a színművész, mert erről fogunk beszélni, hiszen számtalan darabban is játszottál, de hogy ez a fizikai színház rendező és koreográfus, mert ugye az Horváth Csabáról és Rába Rolandról tudjuk, hogy ennek a nagymesterei, hogy nem az alapvető színházi rendezői szakot választottad? Ez egy érdekes találkozás volt nekem, mert megmondom őszintén, nem olyan régóta ismertem a fizikai színházat, mikor felvételiztem. De ez is az előtte lévő egy évhez köthető, hogy elkezdtem érdeklődni egyéb műfajok, alternatív műfajok iránt, és találkoztam Horváth Csaba színházával. Persze én nem Fehérvárról már ismertem őt, de nem volt a fejemben annyira egy átfogó kép arról, hogy mi is az a fizikai színház.
Akkor ebben az egy évben elkezdtem behatóbban tanulmányozni, meg úgy feltérképezni, hogy mi is ez. És ott rájöttem, hogy egy olyan komplex műfajról beszélünk, ami pontosan a komplexitása miatt nagyon nekem való, hiszen, mint azt te is az előbb említetted, eléggé szerte ágazó az érdeklődésem a művészetekben. És a fizikai színház volt az, ami úgy éreztem, hogy a leginkább magába foglal mindent. Nagyon zenei, a testet alkalmazza, a metakommunikációt, absztrakt gesztusnyelveket, szóval nagyon sok mindent magába foglal, és úgy éreztem, hogy ez az, amiben én a legátfogóbban, legkomplexebben meg tudok mutatkozni. És tehát ez először csak egy terv volt, egy eshetőség, ha úgy tetszik, de utána bejött. Annál is inkább, hiszen megmaradhattál, bár itt a 21 gram akusztikról nem kérdeztelek, de én azt hiszem, hogy az is egy olyan sikersztori volt, hiszen valamennyi dalt te írtad, ami a sokszínűségedet mutatta meg. Viszont a színműn folyamatosan játszottál, forte társulat, és nem sorolom, majd erről fogunk beszélni, de az, amit belülről tapasztaltál egy-egy Horváth Csaba rendezésben, vagy bárki is rendezte, az megerősített abban, hogy jó úton jársz? Abszolút, igen. Minden tapasztalatom ezzel a műfajjal kapcsolatban a felé mutat, hogy igenis van ebben keresnivalóm, és ezen keresztül fogom megtalálni a saját formanyelvemet. Egyébként pedig hát nyilván minden előadás egy más tapasztalat, és más irányból erősít meg, vagy mutat valamilyen útmutatást. De hát biztos vagyok abban, hogy mindennel csak gazdagabb lettem, és egyre tisztábban látom a jövőmet. Igen, mert hogy ha itt egy rövid felsorolás, ugye a keresztkantáták Békétlenek, Vérnász, a Friesze felszín, a Levegő című előadás, a Fortet, a Helységkalapácsa, egy csomó olyan darab, ami ismerünk ugyan, de ez kicsit másként működik. Milyenek voltak az első időszakaid? Beváltotta azt a reményt, amit vártál ettől a fizikai színház rendezésben? Na ez azért érdekes kérdés, mert egyébként a színművel való kapcsolatom egy kicsit bonyolultan indult, vagy viharosan mondhatjuk így. Ugye pont egy elég zűrös időszakban csöppentem én oda, tehát akkor a Covid egyik legerősebb hulláma közelgett, az egyetemfoglalás, modellváltás, szóval nagyon sok minden volt, ami miatt nehezebbé vált az időszak, mint amilyen talán alapból lett volna. És ezért az első évem az nagyban azzal telt, hogy kerestem, hogy tulajdonképpen mit is tudnék én csinálni, mert nehéz volt az egyetemre koncentrálni, nehéz volt a művészetre koncentrálni, inkább ez, és néha még most is nehéz. És ezért azt mondanám, hogy amikorra igazán beért nekem ez az egész, az a harmad év volt. Az első évem az nagyon keresgéléssel, meg sok mellényúlással telt. A másod évem már inkább mutatotta felé, hogy mi lesz az út, és a harmad év volt az, amikor el tudtam engedni minden szorongásomat, amikorra tulajdonképpen rájöttem, hogy attól, hogy a színművészeti egy egyetem, nem kell túlságosan komolyan venni. Nem kell komolyabban venni, mint az egész életet. És azért harmad évre találtam meg azt, hogy mi az a mentalitás, amivel én itt jól tudom magam érezni. Tehát egyszerre voltak a mélységek és magasságok. Ugye a gazdasági válság, a koronavírus járvány, az SFE, Free SFE kapcsolat egyébként az mennyire viselt meg, hiszen egyik pillanatról a másikra jószerivel címlapra kerültél. És azt hiszem, hogy ezt meglehetősen nehéz feldolgozni, nem csak neked, hanem a környezetednek is, hiszen értelemszerűen attól függ, hogy ki, hogyan és miben hisz, írták meg azokat a történéseket, amelyeket ti megléptetek. Hát most mondhatnám, hogy korrekt legyek, hogy nem nagyon viselt meg, de nem lenne igaz. Nagyon, szerintem nagyon traumatikus időszak volt minden akkori SFS hallgatónak, és most is nyögi az egyetem ennek a változásnak a következményeit, így vagy úgy. Vannak pozitív következményei, és vannak negatív következményei. Nem tudok állást foglalni, mert nem látom annyira tisztán és objektíven ezt a helyzetet. Nekem az első évem sajnos az egyetemen ráment erre a változásra. A lemondásod egyébként az ezt tükrözte? Tehát némiképpen csalódtál a történések kapcsán? Igen, ez elmondható, hogy csalódtam. Kiábrándultam egy kicsit ott a szakmából, és igyekszem visszaábrándulni bele, de ott volt egy elég jelentős mélypontom, amikor azt éreztem, hogy sajnos nem olyan fontos a színházban a művészet, mint a politika.
mi, illetve ki tartotta, vagy kik tartották benned a lelket? Hiszen azt látszuk, tehát egy tehetséges embert nyilván nem szeretne elveszíteni sem az egyetem, sem a környezete. Tartották bennem a lelket az alkotótársaim, illetve az alkotásaink, amik a fejünkben voltak, és ami tervben voltak. Meg számos értékes ember, aki körülvett, a tanáraim, akik foglalkoztak velünk, akik igyekeztek minden körülmény ellenére is átadni a tudásukat. És egyébként volt egy nagyon fontos beszélgetésem Matusz Jánossal, akit mentoromnak tekintek, amióta megismertem. És azt hiszem, az a beszélgetés az rávilágított arra, hogy rajtam múlik, hogy mit látok meg ebben az egészben, és rajtam múlik, hogy miképpen használom fel a történéseket, hogy tapasztalatnak, vagy pozitív, vagy negatív tapasztalatnak élem meg. És akkor felismertem, hogy tulajdonképpen nekem kell keresnem a lehetőséget, és senki nem fog azért könyörögni, hogy én a saját művészetemet csináljam. Nekem kell meglátnom a lehetőséget ezekben a helyzetekben is. Úgyhogy elkezdtem építkezni belőle, és rájöttem, hogy a színház az nem feltétlenül közélet, vagy nem úgy, mint ahogy én azt gondoltam, hogy az, hogy ezeket be lehet építeni művészetbe, hogy ki kell ventilálni magamból valahogy a művészeten keresztül azt a sok negatív élményt, amit kaptam, és azóta ezen dolgozom. Tehát az én erő sokat segített, ugyanakkor az a csapat, ami körülvesz, hasonlóképpen gondolkodik? Tehát be kell, újra vissza kellett illeszkedned a csapatba, és hát abba a közegbe, ahol voltak éppen a mindennapjaidat töltöd? Hát igen. Ugye most, hogyha csapatról beszélünk, akkor elsősorban talán az osztálytársaimra tudok gondolni. Igen. Akik valószínűleg szintén hullámzóan élték meg ezt az időszakot, meg fent és lent hullámvölgyek közepette. Mi valahogy egymásnak tudtunk ebben támasztadni, mert ugye azért mindannyian ugyanazt éltük át, ők mind közelről látták az én hökkelnöki pályafutásomat is, vagy időszakomat. Ők értették ezt, velük sokat beszélgettem, és azért az jó volt, hogy volt egy folyamatos megértő közeg körülöttem, akikkel bármit meg tudtam beszélni. Beszéljünk ezekről a darabokról, itt felsoroltam néhányat, én azt hiszem, hogy ez mind megerősítést hordozott, hiszen a Forte társulatról nagyon is jól tudjuk, hogy abban a műfajban, amit te választottál magaddal, kiemelkedő Horváth Csabának is köszönhetően. De ő mindig jó érzékkel nyúl azokhoz a színművészekhez, legyenek hallgatók vagy végzett színművészek, akik az ő sajátos elképzeléseit színpadra tudják vinni. Milyen volt ezek a darabok számodra? Ha most a Forte társulatnak a darabjairól beszélünk, ezek mind nagyon-nagyon érdekes és értékes tapasztalatok voltak, mert nekem talán ez volt az első olyan tapasztalatom, amikor profi társulattal dolgozhattam. Eleve a társulat tagjaival találkozni is nagy élmény volt, egyrészt nagyon szeretem őket és nagyon hálás vagyok a közös élményekért, másrészt azért tényleg nagyon érdekes megtapasztalni egy profi munkát, azt, hogy hogyan dolgozik egy rendező felnőtt színházi körülmények között, mert persze az egyetemen is profi körülmények vannak, de mégis más egyetemista társakkal dolgozni, mint így egy társulatnál. Úgyhogy, hát igen, belátást nyertem a független színházi működésbe, egyáltalán a színházi működésbe, profi színészekkel dolgoztam, profi rendezővel dolgoztam Csaba személyében. Úgyhogy, hát igen, ezek nagyon értékes tapasztalatok. Tehát nyilván tanulságos volt, hiszen azért tudjuk, hogy egy kicsit más, kellően elvarázsolt, ha úgy tetszik, ami helyek közel rád is jellemző, a másik oldalról pedig azt a célközönséget maximálisan kihasználja, akik hisznek a fizikai színházban. Ez a jövőképed is? Ilyen értelemben? De legalábbis részese. Mindenképpen szeretnék foglalkozni hosszú távon a fizikai színházzal, meg hát azzal, amit most itt az egyetemen beépítek. Közben pedig abban hiszek, hogy most oké, hogy a fizikai színház egy formanyelv. Ezt lehet használni. Ezt be lehet építeni az ember saját formanyelvébe. Én nem szeretném Csaba színházát másolni, hiszen nem ez a célja a képzésünknek. Szeretném megtalálni a saját nyelvemet és a saját eszköztáramat, annak segítségével, amit tőlük kapok, Rolandtól és Csabától. Kicsit másként nyilvánvaló. Ahogy a 21 gram akusztik zenéjéről megfogalmaztad, hogy a lélek dolgaira keresitek a választ, ez nyilván a színházrendezői tapasztalataidba is beleépül valamilyen szinten. Vannak elképzeléseid arról, hogy milyen darabokat szeretnél rendezni? Nyilván nem a darab címét kérdezem, hanem úgy általában. Most van egy elképzelésem, nem tudom, hogy mennyire fogok ehhez ragaszkodni egy év múlva is, de ami engem
most nagyon foglalkoztat, és valószínűleg ez az elmélettanáraimnak a szellemiségéből fakad, az a már akár ismert, vagy kanonizált klasszikusokban való keresgélés mai szemmel, vagy aktuális szemmel. Nagyon érdekelnek az ógörög drámák, ezt köszönhetem Karsai György professzornak, aki rengeteget adott nekem drámaelemzésből és egyáltalán drámaelméletből, illetve a különböző klasszikusok, ezt Jákfalvi Magdolna tanárnőnek köszönhetem, aki átadta a színháznézés tudományát, és rengeteg Grassint és Kornelyt és egyéb klasszikust olvastatott velünk. És valószínűleg emiatt ezek nagyon nagy hatással voltak rám, mert ők rávilágítottak arra, hogy mennyi modern gondolat és mennyi most aktuális gondolat fogalmazódik meg ezekben az egyébként már több száz, akár több ezer éves darabokban. Szóval most nagyon foglalkoztat az, hogy megtörni a kánont ezekkel kapcsolatban és új gondolatokat feltérképezni bennük. Mindeközben pedig nyilván érdekel a kortárs darabok rendezése is, hiszen ez pedig egy soha el nem évülő dolog, és szeretnék majd ebben is tapasztalatot szerezni. Tehát lubickolsz ebben a történetben mindenképpen. A bőség zavarában. És hagyják, gondolom. Kapsz-e olyan pluszt, amit örök életre elviszel magaddal, vagy van-e olyan, amit cipelned kell inkább? Tehát a jó és a kevésbé jó között. Tehát vannak-e negatív tapasztalataid? Hát vannak, persze. Szerintem nagyon nehéz lenne úgy élni bárhol, hogy ne legyenek. És ami nekem a legsúlyosabb negatív tapasztalat a színházzal kapcsolatban, hogy most látom meg igazán, hogy mennyire kevéssé szól a színházról. Sajnos a színházi szakma egy külön világ, egy nagyon furcsán működő, saját szabályai alapján működő, öntörvényű világ, és az ember érvényesülése nem feltétlenül a saját művészetén múlik, vagy nem csak. És ezzel nagyon szomorú találkozni, hogy mennyire meg tudja gátolni az alkotást az aktuális gazdasági helyzet, vagy esetleg az aktuális politikai helyzet, vagy éppen egy adott körülmény, a kollégák, hogyha olyan a helyzet. Szóval nagyon sok olyan tényező van, ami nem a színpadon történik, és mégis hatással van az alkotásra. Ugyanakkor jó úton jársz, az nyilvánvaló. Reméljük. Na, kicsit beszéljünk erről a darabról, ami meglepetésként jött nekem is, egy Isten. Honnét jött a gondolat, hogy erről ír, hiszen Géza fejedelem, tehát ebben nagyon sok minden van. Ahogy te fogalmazol, morális tépelődés a jövő és a múlt árnyaival 40 percben. Hogy indítottad útjára ezt a gondolatot, hogy aztán darab legyen belőle? Nehéz erre válaszolni, hogy most pontosan ez, hogy hogyan kezdődött, hogy ezzel foglalkoztam én. Ugye jött ez az ötlet, vagy ez a kezdeményezés a múzeum részéről, hogy csináljunk egy előadást akkor a Romkertben, hogy az idei évben ott most kevesebb program van, ugye nincsen koronázás, valamit lehetne csinálni. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy mi is lenne az a téma, ami odaillő lenne, amivel én szívesen foglalkoznék. És valahogy akár merre indultam, mindig ehhez lyukadtam ki, ehhez a kérdéskörhöz, hogy a kereszténység felvétele. Engem mindig foglalkoztattak az ilyen morális döntéshelyzetek, vagy az ilyen fordulópontok a történelemben. Szerintem nagyon érdekesek, és nagyon sok párhuzamot lehet velük vonni. És ugye ez a magyar történelem egyik első fontos fordulópontja, amikor Géza fejedelem úgy döntött, hiszen ez ugye eredetileg Géza fejedelem kezdeményezése volt, ez az egész váltás, hogy Magyarországra behozza a kereszténységet. Nem mondom, hogy nincsen olyan mű, ami ezzel foglalkozik, ha például csak az A szép fényes napot vesszük, az is hasonló kérdéskörrel foglalkozik, de úgy éreztem, hogy ehhez érdemes még hozzányúlni. Ez azért nem egy annyira frekventált dolog ilyen perspektívából megközelítve, és nagyon sok aktualitást hordoz magában. Úgyhogy elkezdtem gondolkodni rajta, és nyilván az is bennem volt, hogy milyen téma lenne az, amit rá tudok alkalmazni az én barátaimra, színészeimre, mi az, ami viszonylag kis apparátusban megoldható, de mégis meg tudja tölteni ezt a teret, amihez bábokat tudunk használni. Szóval sok technikai körülmény volt, ami ide vezetett, és végül úgy döntöttem, hogy egy ilyen álomjátékot szeretnék színre vinni. Ugye ez az álomjáték, ez onnan ered, ez az általam szellemesen kitalált műfai megnevezés, hogy egy belső világról szól a darab, tehát egy belső tépelődés jelenítünk meg képileg, egy látomásos, álomszerű történetet. Felelős döntés volt, mint nyilvánvaló, viszont rendkívül fontos történetről van szó.
Tehát nyilván itt a mélységeket is meg kell mutatni, hogy ki miként gondolkodik erről, de lehet-e, kell-e aktualizálni, hiszen ugye arról beszéltünk, hogy ez a 21. században is a gondolkodás és a gondoskodó tisztelet felelőssége is benne rejlik valahol. Szerintem aktuális témákat nem kell aktualizálni. Én mindig ebben hiszek, hogy amit már erőltetetten aktualizálni kell, az nem aktuális. Én nem igyekszem semmilyen mostani 21. századi kérdést ebbe bele citálni, bele erőltetni. Ez a téma, ez önmagáról szól, és aki aktualitást lát meg benne, az meglátja, aki nem, az nem. Én azt gondolom, hogy van benne, de nem erőltetem rá senkire az én saját véleményemet. Ha meg kéne invitálnod, mert nyilván nagyon sokan lesznek, én legalábbis bízom benne, akkor hogy tennéd? A székesfehérváriakat, illetve az ide látogatókat, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a királynapokon eddig, amíg a Nemzeti Emlékhelyen voltak színházi előadások, ott a történelem különböző bugyraiból próbáltak meg kiásni egy-egy olyan jellemző történetet, ami Székesfehérvárhoz is kötődik. Ez nyilván Géza fejedelem és Szent Istvánnal ez ugyanígy van, csak kicsit másként. Hogyha meg kéne invitálnom a nézőket, talán az első szempont, amit kiemelnék, az az, hogy most egy olyan alkotás jön létre, amiben közel 100%-ig csak fiatalok dolgoznak. És szerintem érdemes lehet megnézni, hogy mit hozunk létre most mi, most feltörekvő színházi generáció, mit ad a mi szemléletünk, és mit hozunk ki ebből a témából, ebből az egyébként már itt Fehérváron azért sokat emlegetett témából. Illetve persze azokhoz is szólnék, akik esetleg az én pályám iránt érdeklődnek, mert szerintem ilyen oldalamról még nem láttak, úgyhogy ha valaki kíváncsi arra, hogy mit produkálok, mint rendező és mint író, akkor szintén szeretettel várom. De azért az elsődleges, amit mondanék, az az, hogy jöjjenek el és nézzék meg, hogy mit kezdenek a fiatalok a kereszténység kérdésével. Ha már az írást említetted, folyamatosan írsz? Igen, most hál' Istennek igen. Rátaláltam arra, hogy nekem egyrészt mekkora élvezetet okoz, és mennyire gördülékenyen megy a színpadi szövegek létrehozása. És nyilván rengeteg dolgot kell még tanulnom, és bőven van hova fejlődnöm, de igyekszem most ebben folyamatosan tevékenykedni. Több vizsga rendezéshez is az egyetemen most írok és dramaturgként közreműködöm, illetve vannak saját darabjaim is, most már így azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy több is, hogy most itt bemutatunk egyet, illetve novemberben is lesz egy ős bemutatom. Úgyhogy most hál' Istennek folyamatosan jelen van az írás. No, hát érdeklődéssel várjuk az Egy Isten, természetesen ott leszünk, és én bízom benne, hogy a közeljövőben, bár nem mindig Fehérváron, de azért olvashatjuk azokat a híreket, amelyek arról szólnak, hogy azokat a darabokat bemutatták valahol Budapesten, amelyeket te írsz és vagy jegyzel rendezőként. Én nagyon örülök, azt hiszem, hogy ez egy egységes, tiszta kerekpályafutás a tiéd, és ezt kívánom minden székesfehérvári nevében, hogy ez maradjon így. Nagyon szépen köszönöm. Hajrá, Bogi! Köszönem. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, Ferenci Nagy Boglárka volt a vendégem, a Színművészeti Egyetem hallgatója, akinek a darabja az Egy Isten, pénteken 17 órakor kerül színre a Nemzeti Emlékhelyen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.